Az Ablak a múltra című kiállításunk ötlete a fotós Bánhelyi József Zoltán ötletéből jött. Jocóval már régóta terveztük, hogy valamilyen közös kiállítást szervezünk, és erre az évre a rendezvénynaptárunkba bekerült. Utána, hogy ez a vírusos krízis jött, meg kellett változtatnunk pontosabban el kellett halasztanunk a rendezvényeinket, és ő keresett meg minket, hogyha benne a kiállítótérbe nem jelenhet meg, hát akkor tegyük ki az ablakba a kiállításokat. És én ennek nagyon-nagyon örültem, és azonnal lehetőséget adtunk erre a kiállításra, mert hogy az embereknek szüksége van a kultúrára, és ha nem lehet bejönni, akkor itt az utcán sétálva is meg lehet tekinteni egy kiállítást, és úgy gondolom, hogy ez egy igazán izgalmas és innovatív ötlet volt a fotóstól is, és tőlünk is, hogy azonnal igent mondtunk erre a kiállításra. Tavasszal hirdettük meg az Értéktár című fotópályázatot. Ez már a negyedik alkalom volt, hogy a Kisrudi Sándor Emlékházba közösségi fotópályázatot hirdettünk. Ez attól volt különleges, hogy itt a Sümegváros önkormányzata és az Értéktár bizottsággal együtt szerveztük meg ezt a kiállítást, és a téma a sümegi értékek bemutatása volt. Azt kértük a fotósoktól, hogy mutassák meg nekünk, hogy ők hogyan látják az elfogadott települési értékeket, és hogyan tudják megmutatni nekünk az ő szemükön keresztül, az ő lencséjükön át. És azt szerettük volna, hogy azt kértük, hogy a beérkezett képekből egy kiállítást szervezhessünk, és egy kiadványban is megjelenhessenek. Ezt újra ugye a helyzethez alkalmazkodva nem egy igazi kiállítást szerveztünk, hanem egy virtuális fotókiállítást hoztunk létre a közösségi oldalunkon. Úgy gondolom, ez szintén egy ilyen nagyon innovatív reflektálás volt a mostani helyzetre, hiszen a közösségi média az a felület, ahol elérjük a látogatóinkat, azokat az embereket, akik nyomon követik a munkánkat. Mennyire voltak aktívak az emberek? Hány pályamű érkezett? 13 fotóstól kaptunk képeket, és nem csak sümegiek, hanem az országból több részről is érkeztek fotók. 57 darab kép érkezett be hozzánk. 5 darab fotó volt, amit nem tudtunk elfogadni, amit nem feleltek meg az elvárásoknak, pontosabban a pályázati felhívásnak, de a többi kép tényleg nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon szép képeket kaptunk, és a zsűrivel elég nehéz volt eldönteni, hogy melyek legyenek azok a képek, amiket díjazunk, mert hogy 3 helyezettet határozott meg a zsűri, és 17 darab fotót választottunk ki a virtuális kiállításra. És ezen a héten, a közösségek hetén pedig egy közösségi szavazással keressük a közönségdíjast. Hétfőtől péntekig lehet szavazni, szintén a közösségi oldalunkon, és így a negyedik díjat is majd péntek délután hirdetjük ki. Mit kell tudnunk még a közösség hete rendezvénysorozatról? Május 11-től 15-ig tart városunkban a Közösségek Hete rendezvény. Ez is már negyedik alkalommal kerül a városa megszervezésre. Szintén egy ilyen online közösségi médiás akciót szerveztünk, hiszen most ezt lehet szervezni. Több szervezettel együttműködünk ebben a programban. A főszervező a Kisrudi Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház, és az Evenita Egyesület, és az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület kapcsolódott még hozzánk. Május 1-én hirdettük meg, szintén országos programhoz kapcsolódva, a Sümegi Májusfa állításról szóló közösségi programot, amit május 12-én zártunk le. Ez egy nagyon-nagyon jól sikerült közösségi kezdeményezés volt. Szintén a közösségi médiába hirdettük meg, és a Sümegi Májusfa, az nem egy klasszikus májusfa volt, hanem egy gyönyörű vadgesztenyefa, és erre kértük, hogy kommentekbe szeretett szallagokat küldjenek nekünk, és akkor ezeket szerkesztettük rá a fára. 43 szeretett szallaggal lett feldíszítve ez a gyönyörű fa, és több mint 5000-en érték el ezt a kezdeményezést, és ez úgy gondolom nagyon-nagyon sikeres volt. Ezen kívül a könyvtár kollégái egy irodalmi kvízt dolgoztak ki, amit szintén péntekig lehet kitölteni, és ajándékot kapnak azok, akik kitöltik ezt az irodalmi játékot. Az Emlékház a virtuális kiállításokkal és a fotópályázott közösség szavazásával kapcsolódott be a Közösségek Hetébe. Iván Anita örömtáncot szervez a héten kétszer, szintén a közösségi médiában.
médiába, egy zárt csoportba, amiben lehet kapcsolódni, és az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület pedig a Sümeg és a Sümeg térségi helyi termelőket, civil szervezeteket mutatja be a közösségi média felületén.